Köszöntöm a VKC televízió nézőit, önök a Budakalászma hírmagazinunkat látják, lássuk először témáinkat röviden. Kalássuli, több terem és az épület lábazata is megújult. Unokázás, terjed az új csalási forma Pest megyében. Sárkányeszme, megjelent Bán Viktor új fantasy regénye. A nyári szünet kezdetét jelző csengő hangja után, míg a diákok a jól megérdemelt pihenésüket töltötték, nagy munkálatok zajlottak a Kalássuli falain belül, hogy a gyerekek a 2016-17-es tanévet teljesen megújult környezetbe kezdhessék. Még alig hagyták el a diákok a tanévzáró után az iskolát, már is elkezdődtek a felújítási karbantartási munkálatok a Kalássuliban. Az önkormányzat a szülők és a Klik támogatásával több már régóta húzódó problémát sikerült megoldani az intézményben. A nyár, és nagyon jó kedvűen és jó ízen mondom azt, hogy dolgosan telt, és azért ilyen jó kedvűen, mert nagyon-nagyon sok minden sikerült az idei nyáron megtenni. Amikor a kollégák a úgynevezett alakuló értekezletre összegyűltek, akkor megkértem mindenkit, hogy menjen végig az iskolán és nézze meg, hogy mi történt az elmúlt nyár során. Hát aki már itt van 10 éve legalább, az nyugton merte mondani, hogy hát ehhez mérhető felújítások, átalakítások, átszervezések, karbantartások utoljára akkor voltak, amikor 8 évvel ezelőtt itt azt az udvari ablaksort együttemben, egy nyáron sikerült kicserélni. Hát arra akkor is nagyon-nagyon örültünk, most meg nagyon örülünk és büszkék vagyunk arra, ami ezen a nyáron megtörtént. És itt szeretnék külön köszönetet mondani Budakalász város önkormányzatának és a polgármester úrnak, akik nagyon komoly támogatást adtak ehhez a beruházáshoz. Több mint 4 millió forint volt az iskola, az öreg épület vízszigetelése és a lábazat leverése, újravakolása, színezése. És ezen kívül nagyságrendileg 2 millió forintot pedig a többi olyan nagy javítási, karbantartási, felújítási munkálatokra, amelyek a különböző nehézségek miatt évek óta húzódnak, és most végre ebből a segítségből sikerült megoldanunk. Az alsós német szaktanterem, a régi ebédlő a legjobb példája az összefogásnak. A falfelület Drive-It hálós felújításának költségét az önkormányzat állta, a lambériát a Kalászi iskoláért alapítvány vette meg, az új radiátorokat a Klik Szentendrei tankerülete fizette, a szerelési munkákat a Farsangi Bál bevételéből fizette az iskola. Így szépült, újult meg közös erővel ez a tanterem. De nagyon sok más munkát is sikerült megvalósítani a nyár folyamán az intézményben. Nagyon szeretném megköszönni a szülőknek egyrészt az áldozatos munkáját, aki saját kezőleg személyesen vett részt a munkálatokban, és itt nem szeretnék most kivételesen neveket mondani, mert biztos, hogy nagyon sok embert kihagynék, és biztos, hogy megemlítenék olyat is, aki kifejezetten kérte, hogy az ő nevét ne említsem, mert nem azért jött, hanem azért, hogy segítsem. Tehát így összességében a szülőknek nagyon sok szeretettel köszönjük azt a sok-sok segítséget, amit kaptunk. Egyrészt a konkrét fizikai munkát, másrészt a sok-sok anyagi támogatást, amely nélkül nem tudtuk volna ezeket megvalósítani. Gondolok itt az udvar utolsó térkőjavításaira, gondolok a logopédia szétválasztására, tehát hogy 2 logopédiai helyiségünk fog tudni működni szeptember 1-től, a német terem generális felújításáról, ahol a lambériázás, és hát persze az alapítványi támogatás, aki az anyagokat biztosította ehhez. És nagy örömömre szolgál, hogy és ebben az évben ebből a felsorolásból nem kell kihagynom a Klikket sem, hiszen július végén kaptunk lehetőséget arra, hogy egy osztálytanterem veszélyessé vált padlóburkolatát kicseréljük. Ez azért közel 500 000 forintos nagyságrend. Radiátorokra, festékekre,
egyéb munkákra, tetőjavításra, veszélyes fák gajazására és sok minden egyébre közel másfél millió forint nagyságrendben kaptunk összesen segítséget. Tehát valóban idén a Klik is hozzátette a magáét ahhoz. És ez valahol azt mutatja, hogy legalábbis én úgy érzem, ezt látom belőle, hogy mindenkinek fontos az iskola. Nekünk is nagyon fontos, örülünk, hogy az is látszik, hogy mindenki másnak is. A tanévnyitó ünnepséget augusztus 31-én délután 17 órakor tartják az intézményben. Kifejezetten idősek a célpontjai olyan csalási formáknak, amelyekre a Pest megyei rendőrfőkapitányság hívja fel a figyelmet. Az unokázós csalások és egyéb tipikus elkövetési formák elleni védekezés lehetőségeit szórólapokon is propagálják. Az idős emberek általában jó szándékúak, sokszor naívak. Az unokázós bűnözők több lépcsős módszert alkalmazva férkőznek a sértett bizalmában, az adott részfeladatokat más-más személyekre osztják le. Első lépésként valaki kipuhatolja, hogy van-e pénze az idős embernek, esetleg konkrét adatokat, későbbi hivatkozási pontokat próbál begyűjteni. A megtévesztő történet lényege, hogy az idős szemét éjszakai vagy hajnali órákban telefonon felhívó fél bajba került unokaként mutatkozik be, autómentőre, ügyvédre, tartozás kiegyenlítésére kér pénzbeli gyorssegélyt. Állítása szerint azt ő maga nem tudja átvenni, ezért egy megnevezett barátot, ismerőst küld érte. A segítő szándékú idős ember a történet hatására felfokozott érzelmi állapotba cselekszik és pénzt ad. A rendvédelem felhívja a budakalászi lakók figyelmét, hogy idegeneknek ne adjanak ki információt magukról, és minden esetben győződjenek meg arról, hogy ki lehet a telefon másik végén. Ha gyanús hívást észlelnek, értesítsék a Szentendrei Rendőrfőkapitányságot, vagy jelentsék az általános segélyhívó számok valamelyikén a 107-es vagy 112-es telefonszámon. Újabb nagyszerű magyar fantasy regénnyel gazdagodott a hazai könyvpiac. Ebben az évben jelent meg D.K. Richard Sárkányeszme című könyve. A művész név Bán Viktor egykori budakalászi írót rejti, akinek ez az első megjelent kötete. Az ősi magyar mitológiában kiemelt szerepet kap a sárkány, és a hagyományos népmeséinkben szintén gyakran találkozhatunk a tűzokádó hétfejű lénnyel, de elég süsűre gondolnunk, hogy lássuk, milyen fontos része képzeletünknek és legendáinknak a sárkány. Bán Viktor művész nevén D.K. Richards hosszú idő után ismét főszereplővé teszi a szárnyas gyíkszörnyet, 2016-ban jelent meg nagy sikerű könyve, a Sárkány eszme. Még kiskoromban ismerkedtem meg így a fantázival és magával a szerepjátékkal, és mivel nagyon-nagyon-nagyon beleugrottam így a közepébe, barátokkal játszottunk, írtunk történeteket, stb. És annyira belemerültem így magába a történetkészítésbe, hogy megkérdezték tőlem, hogy miért nem akarok én egy saját önálló világot létrehozni a saját történettel egy könyvképében. Ez egy sárkány történet. És fontos kihangsúlyozni, egy bevezető történet, ahol tulajdonképpen a karaktereket, a sárkányokat és magát a főhőst, a félsárkányt, Geraltot ismereti meg az olvasó, és ezzel egyetemben még betekintést kapnak még ebbe a újszerű fantázi világba, ami mondhatnám úgy is, hogy nagyban különbözik így az átlag fantázi világoktól. Sokan hasonlítják mondjuk így a Gyűrűk ura történetéhez így a könyvet, de leginkább a Hobbithoz. Talán azért, mert meseszerű részek vannak benne, kicsit meseszerűen mesélem el a történetet, de azt is jó tudni, hogy azért vannak benne olyan részek, dárkosabb, sötétebb részek, amik kicsit így a idősebb korosztálynak valóak. De amúgy, mivel a kettő úgymond jól keveredik, tehát én szerintem bőven ajánlható szinte a 10 éves gyerektől a 99 éves idősekig bárkinek, szóval. Az íróasztaltól rögös út vezetett a könyvkiadásig, de a fiatal író családja mindenben támogatta, hogy az álom valóra válhasson. Az elején azért eléggé szkeptikusak voltak, tehát nem hitek abban, hogy bármi is lesz ebből,
mondjuk meg tudom érteni, mert már jó pár éve készülgetett, tehát mivel sokszor kellett újraírnom, tehát ez nem az első nekifutásból készült, hanem legalább 5-6-szor újra kellett írnom. Így valóban, tehát kicsit nehéz volt követni is, hogy most mi van a könyvemmel, de mikor elkészült, mikor a nyomdából kihozták nekem, és megmutattam a rokonságnak, ismerősöknek, meg tuzánban, námblok mindenkinek, hát mindenki büszke volt, és pláne én, ugye saját gyerekét fogadtam ugye a könyvet, úgyhogy végül is pozitív visszajelzése volt, és mindenki oda volt érte. A párom, ő a illusztrátora, a Perenyi Krisztina, ő készíti a rajzokat is, és tulajdonképpen a legelején, mikor ugye megismerkedtünk, tehát akkor azt hitte, hogy csak egy pár rajzot kell majd készítenie, és akkor lesz tudva az egész könyv ennyiből, de aztán kiderült, hogy nem egy könyvhöz kell illusztrálnia, hanem egy tulajdonképpen egy sorozathoz, egy jelen pillanatban egy ilyen 4 részesre tervezem most a Sárkány eszmét, és ezen kívül képregények ugyanúgy, tehát ezen kívül rajzok, váltatok, tehát folyamatosan tervezünk mindenféle tartalommal. Hivatalosan tulajdonképpen a év elején jelent meg, mármint felhivatalosan, mert év elején kaptam kész az a könyveket, de a boltok polcaira márciusba kerültek ki, tehát tulajdonképpen inkább márciustól számít az, hogy mikor jelent meg. Számtalan újságban megjelent cikkek róla, ajánlók, kritikák. Van egy honlapunk, ahol szintén megtalálható mindenféle információról, a képek, rajzok, ezen kívül novellák is készültek hozzá, és még mindig készülnek folyamatosan hozzá. Képregény is van, ami szintén valamilyen úton, módon kapcsolódik ehhez a történethez, magához a Sárkány eszméhez. Egy videó megosztó portálra is felkerült, ott is ugye meg lehet tekinteni, ott is van egy könyvajánló róla. Tehát hála Istennek úgy kezd belendülni a dolog. Tehát most veszem észre, hogy akik ideig olvasták a könyvet, azok már késre fenyegetnek, hogy már pedig kérik a folytatást. Tehát be kell hoznom itt a dolgokat. A Sárkány eszme következő részének megjelenését jövő nyárra tervezi a szerző. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Köztér című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!